Otthon sokat beszélgettem a feleségemmel, és elmondtam neki, hogy mi is az a téma, amin gondolkodom. És ezt hallgatta az én nevelt fiam, aki azt mondta nekem, hogy de hát te pont arról beszélsz, és pont azt csinálod, és pont azt tervezed, amit én szeretnék csinálni. Ami az én dolgom lesz majd ebben az életben. Erre én azt mondtam neki, hogy nézd, üljünk le, beszéljük ezt meg, elmondom neked, hogy mi az én tervem, mint gondolkodom, és nézzük meg, hogy te mivel tudsz ehhez hozzájárulni, mi van benned. És kiderült, hogy harmadéves középiskolás tanuló lévén számítógépes grafikával foglalkozik, meg tudta fogalmazni vizuálisan néhány képerejéig azt a tartalmat, azt a sokszor nehéz filozófiai gondolatvilágot, amit én szeretnék ma elmondani. Így ezek a Photoshoppal készült ábrák, amiket az előadás alatt láttok, ezek az ő interpretációi mindarról, amit én szeretnék elmondani. Másfelől azt is elhatároztam, hogy nem csak beszélni szeretnék, mert elég sokat szoktam, és elég intenzív, mély gondolatok kerülnek talán ma is sorra, hanem cselekedni is. Ugyanis számomra a lét ebben a világban emberként három lényegi összetevőből áll. Abból, hogy kik vagyunk, mi az identitásunk, abból, hogy mit gondolunk a világról, hogy szemléljük mindazt, ami körülvesz bennünket, milyen világszemlélettel rendelkezünk, harmadrészt pedig az, hogy hogyan cselekszünk, mit teszünk, miután kigondoltuk azt, hogy hogyan is állunk a világgal. Ez az én szent háromságom, az identitás, a vízió és a cselekvés háromsága. Ha arról beszélünk, hogy kik is vagyunk, nyilván pár szót arról is kell mondjak, hogy én ki vagyok, kinek gondolom magam, hogy érkeztem ehhez a pillanathoz, és hogy érkeztem valahol ahhoz a gondolathoz, amit a kezdet kezdeteként fogalmazok meg itt a mai nap. Hosszú éveken keresztül, körülbelül 15-16 éves koromtól kezdve azzal foglalatoskodtam, hogy azokra az alapvető létkérdésekre választ találjak, amelyek egyébként mindannyiunkat foglalkoztatnak. Ki vagyok, miért születtem erre a világra, mi a létem értelme, mit kell tegyek, hogyan kell cselekedjek, hogyan alkothatok valami jót. Ezzel töltöttem az éveimet, hosszú éveken át filozófiát és nyelveket kutattam, olvastam, és így kerültem a buddhista főiskolára, ahol 12 éven át tanítottam, tanszékvezetőként, majd rektorként tevékenykedtem. Míg nem egy napon felismertem, hogy nagyon sok szép dologról beszélek, de igazából nagy kihívás az ebben a létben, ebben az életben, hogy meg is valósítsuk az elképzeléseinket. Hogy átfordítsuk cselekvéssé mindazt, amit gondolunk. Hogy nem elég beszélni, hanem tenni is kell. Ehhez viszont meg kell ismerni a való világot, meg kell ismerni nem csak a szellemi dimenzióit, hanem úgymond a materiális anyagi dimenzióit is, el kell benne merülni, és meg kell érteni, és át kell vinni bele azt, amit a szellemi világ tapasztalataiból merítettünk. Így lett belőlem vállalatvezető, menedzser, így foglalkoztam különböző cégekkel az elmúlt években, míg nem elérkezett az a pillanat, hogy ezt a két dolgot, a korábbi szellemi munkáimat és a gyakorlati emberekkel foglalkozó vállalatvezetői munkámat egy új feladatban tudom ötvözni, ami valójában arról szól, hogy ennek a két világnak, a szellemi és a materiális világnak az erőforrásait hogy lehet egymás felé közvetíteni. Hogy lehet mindazt, ami jó és értékes a szellemi világban átvinni a hétköznapi anyagi valóságunk síkjára, és hogy lehet mindazt az erőforrást, ami megvan materiálisan, anyagi eszközök szintjén, ami hétköznapi világunkban, áttransformálni valami értékké, valami szellemivé. És így jött létre az az új feladatkör, és az az új vízió, az az új misszió, amiről pár szót fogok ma is beszélni, amit úgy neveznék, hogy spirituális diplomata. Ez akkor nyer majd értelmet, amikor konkrétan fogom tudni illusztrálni. Ha arról beszélünk, hogy kik vagyunk,
ki vagyok én, végeredményben azt tudom mondani, hogy ember. És sokkal fontosabb számomra nem az, hogy én ki vagyok, hanem hogy mi kik vagyunk. Akik itt ülünk ezen a konferencián, mi az a motiváció, mi az a cél, ami foglalkoztat bennünket, mi az a vágy, ami hajt mindenkit, amikor eljön egy ilyen eseményre. Tehát a kérdés az, hogy mi is az ember. Erre nagyon sokan sokféle választ adtak a filozófia történetben és a kultúrtörténetben, vallástörténetben. Én néhány gondolatot emelnék csak ki, ami számomra mérvadó. Egyszer alkalmam volt Spiró Györgytől megkérdezni, hogy tulajdonképpen mit gondol? Mi az ember? Spiró azt válaszolta, hogy az ember vallásos vadállat. Olyan animal, akinek vallása van. Erre én azt mondanám, hogy tulajdonképpen egy szent lény, aki felfelé törekszik, akinek igazából a vertikális dimenzióban van meg a létértelme. Amikor felegyenesedtünk, egy új dimenziót nyert a létünk, a horizontális, földhöz kötött léttől elruhaszkodva, meg tudtunk teremteni magunknak egy felfelé pillantó, égre tekintő szempontot, nézőpontot. Tulajdonképpen szárnyat növesztettünk, amivel fel tudunk emelkedni az égbe. Ismerjük Szofoklésznek az elképzelését arról, hogy mi az ember. Ugye azt mondja az Antigonében egy helyen, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Az a görög kifejezés, amit szerepel, az a deinos, és ez igazából nem csak azt jelenti, hogy csodálatos, hanem azt is, hogy szörnyűséges, és azt nem lehet ettől a terminustól elvitatni. Nem lehet ketté választani ezt a két jelentést, hogy csodálatos és szörnyűséges. Valójában az ember, én azt szoktam mondani, amikor a legmélyebb értelmét keresem a mi létmódunknak, egy csodálatos szörny, vagy egy szörnyűséges csoda. Azt is mondhatnám, hogy ha kívülről nézünk saját magunkra, és elképzeljük, hogy más bolygókon is van élet, ahol az ott lakó lényeket mi földön kívülieknek nevezzük, hogyha ők tekintenének mi ránk, és néznének meg bennünket, akkor ugyanazzal a csodálattal, vegyes iszonyattal tekintenének ránk, mint ahogy mi tekintünk a különböző fantáziaképekben az UFO-kra, azt is mondhatnám, hogy az ember egy földön kívüli. Az ember egy UFO összességében. Aki felfelé törekszik, aki az értelmét keresi mindannak, amit körülveszi, a lét értelmét, mert hiszem, hogy a létnek attól van értelme, hogy megteremtjük. És ez a mi létmódunk. A lét, az élet nem csupán az a puszta tény, amivel mindennapi szinten megéljük, ennél sokkal több, de ezt az értelmet mi magunk hozzuk létre, és ettől ember az ember. Tovább menve abban a kérdésben, hogy tulajdonképpen honnan is eredeztetem én a cselekvésünk és a motivációink lényegét, én egy kozmológiai, metafizikai dimenziót nyitnék most meg, ami voltaképpen arról szól, hogy mi is történt a kezdet kezdetén. Ma fölvetődött az egyik előadáson, hogy igazából nem nagyon tudjuk, hogy a kezdet kezdetén mi volt és hogy kezdődött ez az egész, amit világegyetemnek nevezünk. Hogy kezdődött az egész lét alapjaiban véve. Szent Ágostonnak a vallomásaiban szerepel egy értelmezés, amelyben értelmezi azt a bibliai mondatot, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. És úgy értelmezi ezt a mondatot, ami számomra mérvadó és mind a mai napig a világról alkotott elképzeléseim egyik alapja, hogy a kezdet az nem valami kezdeti pillanat, ami után jött a többi. És akkor meg kellene fejtenünk, hogy az első pillanat előtt milyen másik pillanat volt. És így tovább, egy végtelen iterációban. Hanem valójában a kezdet, és az, hogy kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, az azt jelenti, hogy benne a kezdetben. Ami azt jelenti, hogy ma is itt ebben a pillanatban zajlik a teremtés. A teremtés nem egy pillanat volt, ami után van a világ, hanem egy folyamat, egy kibomló folyamat, ami ebben a pillanatban itt és most is zajlik. Benne vagyunk a kezdetben. Minden egyes pillanatban. Ha ezt kívülről nézzük és időn kívül nézzük, akkor valójában a teljes időben kibomló teremtés és univerzum, ha egyszer véget ér valamilyen oknál fogva, jelenti majd és fogja alkotni azt, amit teremtésnek nevezünk. És azzal fog befejeződni. A Rigvéda azt kérdezi, hogy ki az, ki tudja, és itt kimondja majd el, honnét keletkezett, honnan a teremtés az Istenek, és később jöttek ők is. Honnan ered hát, ó, ki tudja akkor, ez a teremtés létező mitől lett? Talán magát formálta meg, talán nem. Legfőbb mennyből ki letekint reája, talán azt tudja.
vagy nem tudja ő sem. Ez az a kérdés, ami végeredményben egy olyan válaszban is megfogalmazható, hogy a teremtés, az időben kimomló teremtési folyamat eredményez egy olyan létet, amit mi világnak nevezünk, univerzumnak nevezünk, de ez még önmagában nem adna elégséges értelmet a mi létünknek. Mert nem csak az a kérdés, hogy hogyan kezdődött valami, hanem az is kérdés, hogy hogyan érnek véget a dolgok. Mi van a pillanat elmúlása után? Mi van a mi életünk után? Ha meghalunk, mi lesz velünk? Erre Whiteheadtől, az én kedvenc filozófusomtól, akinek a munkásságával hosszú ideig foglalkoztam, folyamatfilozófiát alkotó szerző, azt a választ adta, hogy egy absztrakt kezdeti üres potencialitásból bomlik ki a világ a teremtés során, majd az egész egy újjáteremtett isteni természetben ötvöződik. Isten egy folyamat, nem egy absztrakt külső létező valahol a világon kívül, hanem a teremtéssel együtt teremtődő lény. Aki arra törekszik, hogy mindent megőrizzen ebből a világból, ami megőrizhető. Mindent megmentsen, ami megmenthető. Ugyanakkor megtörténik az, hogy ami csupán önmagára van tekintettel és önző ebben a világban, az nem tud megmentődni, hiába szeretné megmenteni Isten a végső isteni valóságban. A teljes egészében csak önmagára tekintettel lévő romboló gonosz lázadásai a pusztán individuális tények jelentéktelenségébe löködnek. Kirekesztik magukat a megmentődésből, kirekesztik magukat a beteljesülésből, mert önzőek. Na, ezért tartottam én fontosnak ezt a kozmológiai metafizikai hátteret felvázolni, mert ez adja nekem az alapot ahhoz, hogy megfogalmazzam azt a szintén metafizikai alapú tételt, hogy a mi létünk alapvetően relacionális, viszonyokon alapul, önmagunkon, saját magunkon túlmutató, hogy mi a saját létünkben sohasem elégülünk ki, ha pusztán individuális önérdekből létezünk, önérdekből cselekszünk, önzőek vagyunk, mert ez az önzés mindig kirekesztődik ebből a végső isteni harmóniából, amiben végeredményben teremtődik és megmentődik a világ. Sokan egy új trend szerint a mai világban azt gondolják, hogy szeretnék megvalósítani önmagukat, mások lenni, többek lenni. De valójában csak légvárakat építenek. Mert hiányzik az önmagán túlmutató érdeknek a képviselete és a megvalósítása. Szemben azokkal, akik képesek arra, hogy lemondjanak önmagukról ahhoz, hogy valami önmagukon túlmutató dolog létrejöjjön. Nem többnek másnak kell lennünk ahhoz, hogy igazán különbséget tudjunk tenni ebben a világban. Egy új trendnek látom én a jeleit a mai világban, ami arról szól, hogy how to make a difference, hogy tudunk különbséget tenni, hogy tudunk valami többet létrehozni, ami rajtunk kívül van, ami rajtunk túlmutat. Nem az a kérdés, hogy ez több legyen, vagy más legyen, mint amit eddig más valaki csinált, hanem az, hogy hiteles legyen. És a hitelességnek van egy olyan definíciója, egy olyan megközelítése, ami az egész morális létemnek az alapját alkotja, ez Kierkegaardtól származik, ez pedig így szól, hogy az igazság tulajdonképpen nem más, mint a legszenvedélyesebb bensőségesség elsajátításában foglalt objektív bizonytalanság. Ha csak arra törekszünk, hogy fanatikusan megvalósítsunk valamit, ami a mi célunk, tehát szenvedélyből, bensőségességből fakadó eredményt hozzunk létre, akkor azt fanatizmusnak nevezzük, valami önző önérdek megvalósításának nevezzük. Akkor igazságélménye ez, akkor hiteles ez, ha ezt a törekvést együtt, ha ez a törekvés együtt jár és kíséri az objektív bizonytalanság érzése. Amikor egy egész világot teremtünk magunk körül, nyitva maradnak kapuk, amelyeken keresztül mások is betekinthetnek, és más valóságok is létrejöhetnek. Úgy van igazunk, hogy nincs kizárólag igazunk. Másoknak is igaza van rajtunk kívül. Végeredményben a világhoz való hozzáállásunkat és cselekvésünket a világban, azt az attitűdöt, amit önmagán túlmutató érdeknek nevezek, azzal a kifejezéssel tudnám leírni, és azzal tudnám illusztrálni, hogy ahhoz, hogy valamit létre tudjunk hozni ebben a világban, bele kell áldoznunk magunkat abba a tettbe, abba a cselekvésbe, ami önmagunkon túlmutat. Az igazi önmegváltás, az igazi önmagunk létrehozása, az valójában önmagunk feláldozása, de nem a semmibe történő beleáldozódás, nem öngyilkosság,
hanem önmagunk beleteremtése valami önmagunkon túlmutató dologba. Ez sokszor egy halálugrást jelent, sokszor valaminek a feladását, feláldozását jelenti, egy csúcson lévő pillanatnak az elengedését és alázuhanást a mélybe, de ebből az alázuhanásból, ha ezt hitelesen, azzal az attitűddel tesszük, amiről az imént beszéltem, mindig egy nagyszerűbb dolog tud létrejönni. Nagyon sokféle módja van annak, hogy ezt a különbségtételt, amire mindenki törekszik, hogy hozzájáruljon a világhoz valami önmagán túlmutató dologgal, el tudjuk érni. Van, aki ezt szentimentális, felemelő módon, van, aki ezt viccesen oldja meg, van, aki egy komoly attitűddel és szándékkal, valami komoly dolog ügynek a létrehozásával, van, aki drámai módon, katartikusan, és van, aki ezt adott esetben tragikomikusan, mint Don Quixote, aki ugye a szélmalmokkal vívott. Egy a lényeg, ezek a különböző utak egymás mellett léteznek, és mindenkinek individuális egyéni útja van, aminek a kulcsát meg kell találnia, de ezeket az utakat keresztbe vágja az az attitűd, az úgynevezett igazság bajnokai vagy igazságharcosai attitűd, amit a fanatizmusból, a dzsihádista keresztes hadjára típusú megközelítésekből lehet tapasztalni, ahol a szenvedélyes bensőségességet nem kíséri az objektív bizonytalanság érzése. Egy példa erre a szentimentális útra például. Egy blogbejegyző azt mondta Liu Weiről, hogy the guy is just amazing, but the most astonishing thing is that he doesn't realize it. He is just being him. Ez az, amit keresünk, hogy szimplán önmagunk legyünk, anélkül, hogy észrevennénk. Ez egy szentimentális lehetőség. Van egy másik, amit nem fogok hosszan megmutatni, ez Matt Harding, Where the Hell is Matt? 70 millió ember töltötte le ezt a videót. Dancing Badly Around the World. Meg lehet nézni az interneten. Ez a 2008-as évnek a best viral videója volt, legnagyobb, legmértékben elterjedt vírus videója, úgymond. Megint megjelenít valami olyasmit, ami ugyan egyéni, de túlmutat az egyéni érdeken, és valami nagyszerűt, valami emberen önmagán túlmutatót hoz létre. És legvégül, hogy mondjak el két illusztrációt, ami az én személyes példám. Egy évvel ezelőtt azon gondolkodtam, hogy az éppen akkor felújítás alatt álló Sopronbánfalvi Kolostort, az egyik projektünk volt,
hogyan és milyen módon tudjuk tartalommal megtölteni. Lementem egy útra február 19-én, és másnap reggel hajnalban ért egy vízió, egy látomás. Ebben a látomásban apró kis növénykéket láttam félsivatagi környezetben kisarjadni. Aztán azt lehetett látni, hogy megfelelő táplálás, napfény hatására ezek a kis növénykék elkezdenek növekedni, szaporodni, és egy kisebb kis szigetet hoznak létre ebben a félsivatagos környezetben, majd a legvégén oázissá terebélyesednek. És úgy gondoltam, hogy ezen kívül még más elemei is voltak ennek a víziónak, hogy ezt érdemes lenne átfordítani valami konkrét valóságos dologra, és elmondtam ezt az álmomat, ezt a víziómat Kovács Gábornak, és tavaly novemberben létrehoztuk 1 millió svájci frank alaptőkével Genfben a World Servers Foundation-t, amelynek az lesz a feladata, hogy világszerte összekösse azokat a kezdeményezéseket, azokat az egyéni csoportos ügyeket egy hálózatba szervezze, amelyek a világ szolgálatára jönnek létre. Az önmagán túlmutató érdek eszméjét valósítják meg. És ennek a szolgálat teljes attitűdnek, a szolgálat fogalmának, az önmagunkon túlmutató attitűdnek a képviseletére úgy gondoltam, hogy valami cselekvésként és konkrét akcióként a mai nap, követve egyébként a délelőtti egyik előadás üzenetét a civil társadalmi szerveződések létrehozására irányuló kezdeményezést, létrehoznék egy mozgalmat itt Magyarországon, ami ennek a nemzetközi alapítványnak az egyik leágazása lehetne, azzal a céllal, hogy azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy önmagukon kívül is szeretnének másokat, más ügyeket szolgálni konkrét cselekvésekkel, ezek az emberek egybe tudjanak kapcsolódni, és egy mozgalom tudjon létrejönni itt Magyarországon. Úgyhogy a mai napon teljesen üres, még semmi nincs rajta, csak az elnevezés van meg. A Facebookon létrehoztam egy szolgálatmozgalom elnevezésű csoportot, aminek még a leírása sincs meg, ezt én a mai előadás után meg fogom csinálni, és várom mindazokat, akik úgy gondolják, hogy van bennük arra vonatkozó cél, szándék, motivum, hogy mások javára együtt csináljunk dolgokat ebben az országban. Minél több adminisztrátort fogok az oldal adminisztrátorává tenni, mert azt gondolom, hogy nem én vagyok az, aki ennek az ügynek a konkrét tartalmát meg kell, hogy határozza, hanem együtt kell megteremtenünk azokkal, akik úgy gondolják, hogy szeretnének egy ilyenben részt venni. Köszönöm szépen!